Labdarúgással folytatjuk évértékelőjünket. A KLC és az SC hírőség után a Kecskemét IT és az SG Kecskemét futsal szakembereit kértük fel egy összegzésre, illetve a jövő évi tervek ismertetésére. Mint ahogy célosztásra, ez nem annyira hálás feladat, hiszen nem egy sikeres szezon tudunk magunk mögött. Reméltük, hogy ősszel új vezetőedző érkezésével, illetve jó pár új játékos leigazolásával töretlenül folyik tovább a fejlődés. Ebben én még nem vettem részt, de természetesen itt voltam és követtem. Sajnos ezt kimondhatjuk, hogy nem sikerült, hiszen a szereplés egyértelműen alulmúlja a várakozásunkat, a miénket is, a városét is, a szurkolókét is. Viszont természetesen reménykedek benne, hogy tavasszal ez jobb lesz. Keressük az új vezetőedzőt, hogy ezt megvalósíthassuk. Hát egy nagyon nehéz fél éven vagyunk túl. Azt gondolom, a tavaszunk az jól sikerült. Ez a fél év, ha csak az eredményeket nézzük, akkor azért vannak olyan problémák, amiket majd meg kell oldanunk tavasszal. De hát az utánpótlás labdarúgásban azért benne van az a hullámzó teljesítmény, ami most ránk is jellemző volt. Példaként, hogyha az U16-unk tavaly bajnokságot nyert, most ott a 10 alatt vannak, tehát vannak ilyenek, hát ezt kell majd tavasszal kiküszöbölnünk. Hát azt kaptuk, amit vártunk, de hát az alapvetően látszik, hogy az MB2 és az MB1 között óriási a különbség. Ettől függetlenül én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy 10 pont van most a nevünk mellett, és alapvetően úgy gondolom, hogy a többi klub is értékeli ezt, és most már azért másképp tekintenek ránk, mint a legelején. Persze mindenki azért beskatolyáz bennünket egy újonc kis csapat formájába, de én azt gondolom, hogy ezzel a 10 ponttal azért letettük a névjegyünket itt az ősz folyamán. A KTS számára egyértelműen az előrelépés lesz a cél tavasszal, illetve egy erős csapatgerinc kiépítése, míg a futsálosok célja továbbra is a bennmaradás kiharcolása. Egyelőre most üres helyek is vannak a keretben, és keressük azt a 1-2, maximum 3 erősítést, aki reméljük, hogy valós erősítés lesz, és a jövőbeli célokban már hatékonyan tudnának segíteni, valamint keressük a vezetőedző személyét is, folynak már tárgyalások, én nagyon bízok benne, hogy ez már idén megszületik. Szeretnénk a tabellán följebb kúszni, a vágyunk az, hogy az elrontott ősz után még esetleg az 5. helyre odaérjünk, vérmesebb céljaink nem lehetnek, hiszen csak 13 forduló van jövőre, mert 2 fordulót ugye előrehoztak, és pontszámban talán még az 5. hely elérhető lenne, ahhoz gyakorlatilag tavaszi dobogósnak kellene, hogy legyünk, de mivel eredetileg a dobogó lett volna a cél, ezért ez a vágyálmunk, ami természetesen nem lesz könnyű, de még ennél is fontosabb, hogy megtaláljuk a szakmai stábot, illetve azt a csapatgerincet, csapatmagot, amelyik nyártól a speciális még további erősítésekkel még szebb célokért szállhat harcba, ami egyértelműen élcsapat, illetve esetleges feljutás lenne. Hát nagyon fontos, hogy a 14-15-ünk összesített eredmények alapján bent tudjon maradni az első osztályban. Nem vagyunk messze tőle, de nagyon nehéz dolgunk lesz tavasszal. Ezen dolgozunk, hogy ez meglegyen, és természetesen az, hogy a kiskorosztályok ugyanolyan jól és szépen fejlődjenek. Próbáljunk a képzésünk mentén dolgozni, a nagyobb korosztályoknál pedig, hogy minél többen be tudjanak mutatkozni a felnőtt, becsatlakozzanak a felnőtt csapathoz, akár edzésen, akár edzőmérkőzéseken, meg természetesen bajnoki mérkőzéseken is. Igen, hát folyamatosan változik, meg változott a keret. Befolyásolta ezt egyértelműen az is, hogy van, aki átgondolta és látta, hogy úgymond más kávéház az NB1, és azt a feltételrendszert nem tudta vállalni. Nyilván vannak sérülések, amik folyamatosan hátráltatnak játékosokat, és hát be kell látnunk azt is, hogy azért az NB1 az nagyobb tudást is igényel, és ebből kifolyólag szeretnénk ugye megerősíteni a keretünket. Konkrétumról még nem tudok beszámolni, nagyon szeretnénk viszont azt elérni, hogy a december folyamán a játékosokkal végleges szerződést kössünk, és a januári felkészülést együtt tudjuk elkezdeni, mert az egy komoly for lenne, hiszen február közepén fog elindulni majd a rájátszás, ott 8 élethalál meccsed lesz, hogy kivívd a bennmaradást, és nagyon szeretnénk azt, hogyha azok a játékosok addigra már gyakorlatilag minden átállás nélkül rutinos csapattagok lennének.
Én azt gondolom, hogy a játékosokkal közösen egy olyan utazáson veszünk részt, amelyet mindannyian élvezünk, még attól függetlenül is, hogy azért nyilván a kudarcok, a pofonok azért sűrűbben jönnek, mint mondjuk a tavalyi szezonban. Ettől függetlenül én azt látom, hogy szeretnénk továbbra is ehhez a millióhöz tartozni, és én nagyon-nagyon bízom benne, hogy azt, amit megfogalmaztunk a bajnokság elején, hogy maradjunk benn, az teljesülni fog a tavasz folyamán.